Szadán élő idősekre mindig kiemelt figyelmet szentel a helyi önkormányzat. Különösen fontos ez a karácsonyi ünnepek idején, hiszen ilyenkor az elesettek még érzékenyebbek a világ rezdüléseire. Már hagyomány a szadai Margita idősek otthonában, hogy az áldott és békés hangulat megteremtésének érdekében karácsonyi műsorral és ajándékokkal kedveskednek az otthon lakóinak. Karácsony a szeretet ünnepe. Ma már talán közhelynek tűnik, pedig a szeretet mindennek az alapja. Életünknek, világunknak az alapja, és nagyon-nagyon fontos, hogy a kis Jézus születése szeretettel töltse el mindannyiunk szívét. Azt mondja az ősi mondás, hogy mindenkinek olyan lesz a karácsonya, amilyen az adventje. Én úgy érzem, hogy a mi adventünk szeretettel telt, és ezt nagyon megszépítették a kedves gyerekek, akik itt voltak, és velünk együtt ünnepelték az adventet, az óvodások, az iskolások és a bábosok. Talán holnap már, vagy holnap után jönnek a betlehemesek is. Ugyanakkor nagy örömünkre szolgált, hogy a községből itt voltak a családsegítőből néhányan, a nyugdíjas klubból, illetve a fővárosi szociális otthonból is. Kicsit belenéztek a mi életünkbe, és behozták közénk a külvilágot. Én Hári Emma karácsonyi imájával szeretnék áldott békés karácsonyt kívánni mindenkinek. Ez csak egy pici kis részlet. Ez a nap az öröm s béke napja, s merre ember él síkon, hegyen, kis Jézusom add csak egy napra, hogy minden lélek Betlehem legyen. Ha megszületnél minden szívben újra, s megéltenénk halk gyermekszavad, nem lenne nálunk boldogabb ember a karácsonyi magyar ég alatt. Áldott békés karácsonyt kívánok mindenkinek. Havai Ildikó intézményvezető köszöntője után kitért a szociális otthon anyagi helyzetének stabilizálására, amit alapítványi úton próbálnak megalapozni a helyi önkormányzattal és segítőkész vállalkozók bevonásával. Amikor én ide kerültem, akkor szembesültem azzal, hogy nagyon nehéz körülmények között van az otthon. És ezt követően körbenéztem, és azt láttam, hogy nincsenek anyagi források. Sem a fenntartó részéről, sem helyben nem tudjuk ezt megoldani, és ezért jött az ötlet, hogy alapítványt kellene alapítani. Nagyon szerencsés helyzetben voltam, mert akiket megszólítottam, azonnal jelentkeztek, és azt mondták, hogy ők szeretnének alapítótagok lenni. A Margita Otthon alapítványának alapítói közül Vécsei László a térség országgyűlési képviselője és Hajas György a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság szakszervezeti vezetője személyesen vett részt a karácsonyi ünnepségen. Szada önkormányzatának képviseletében többek között Oroszi Sándor, Szada polgármestere, Vrabé Balázs alpolgármester és Jámbor Lajos jegyző tisztelte meg a rendezvényt. Az ünnepi műsort a gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola zenetagozatos tanulója Szabadi Kolos Matróztánc című darabja indította, zongorán kísért Tóth Edit, az Erkel Ferenc Iskola zenetagozatának tanára. Novák Gyula nyugalmazott tanár Ady Endre Karácsony című versét szavalta el. Harang csendül, ének zendül, messze zsong a hála ének. Az én kedves kis falumban karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni. Az én kedves kis falumba a Mesiás boldogságot szokott hozni. A templomba hosszú sorba indulnak el ifjak vének,
az én kedves kisfalumban hálát adnak a magasság istenének. Mintha itt lenn a nagy Isten, szent hatalma súgna, szállna. Az én kedves kisfalumban minden szívben csak szeretet lakik máma. Bántja lelkem a nagyváros durva zaja, de jó volna ünnepelni odahaza. De jó volna tiszta szívből úgy, mint régen, fohászkodni. De jó volna megnyugodni. De jó volna mindent elfeledni. De jó volna játszadozó gyermek lenni. Igaz hittel, gyermek szívvel, a világgal kibékülni, szeretetben üdvözülni. Ha ez a szép rege igaz hitté válna, ó, de nagy boldogság szállna a világra, és a gyarló ember lenne újra, talizmánya lenne a szomorú útra. Golgota nem volna ez a földi élet, egy erő hatná át a nagy mindenséget. Nem volna más vallás, nem volna csak ennyi. Imádni az Istent és egymást szeretni. Karácsonyi rege, ha valóra válna, igazi boldogság szállna a világra. Szabadisára oboán Ronald Hammer Kontrasztok című darabját adta elő. Novák Gyula lehengerlő előadásában hallgathatták meg az Otthon lakói, Vas Albert Te és az Isten című versét, majd Jámbor Tamara zongora játékával folytatódott az ünnepi műsor. Gondolj csak el, hány milliárd vízcsöplet még ezen az egyen kívül, amit ismersz. És aztán gondolj szánalommal azokra, akik el akarják veled hitetni, hogy nincs Isten. Nincs. Mert ez vagyom, az így történt. Mert romokban fekszik a házad. Mert sokan meghaltak, akiket szerettél. Mert kevés a kenyér. Mert sok a nyomorúság. A világban nincsen igazság, mondod. És a te világodat érted alatta. A te külön világodat. Ezt az aszfaltos, vízvezetékes, órabéres, gyárkéményes világot. A nyakkendős, nyúlszőr, kalapos, szénhányal küzdő, műhelyszagú, paragrafusok közé zsúfolt világot, és közben elfelejtett, hogy ezt a világot te csináltad magadnak. Te és a többi emberek. És így egyedül ti vagytok felelősek mind azért, ami benne történik. Istennek semmi köze a házakhoz, az órabérekhez, az általad feltalált bombákhoz és drótsövényekhez. Semmi köze ahhoz, hogy kapsz-e nyugdíjat, vagy sem. És hogy meg tudsz élni abból a fizetésből, amit a többi emberek adnak neked, az önként magadra vállalt munkáért. Isten nem néz bele számla könyveidben, és nem törődik gépeiddel, és talán azt sem tudja, hogy létezik az egyik vízcsepp, milliómodik peremén egy úgynevezett társadalmi rendszer, amit mesterségesen fölépítettél magadnak, és amivel most nem vagy megelégedve. Ő a csillagrendszerekkel és az ibolyák gyökerével törődik csupán. Isten művész, aki létrehozta a világok milliárdjait, és pillanatról pillanatra újakat alkott. És amit ő alkotott, azért vállalja a felelősséget. Ott minden az ő elgondolása szerint történik. Tiszta és művészi törvények alapján. Ott nincsenek meglepetések és vállalatlan fordulatok. Ott nincs győzelme a gonosznak, mert nincs gonosz.
Furulya játékkal indult, és 16. századi karácsonyi furulya darab zárta az időseknek rendezett karácsonyi műsort. Szada nagyközség polgármestere, Oroszi Sándor, a Margita otthon összes lakójához szólt, és biztosította őket, hogy nincsenek elfelejtve a külvilág számára, amit az ünnepi műsor is bizonyított. Találkoztunk már egy párszor, és sokat fogunk találkozni. Bennünket, itt vendégeket, a szeretet hozott ide. Azért vagyunk itt, hogy emlékeztessük magunkat elsősorban, és önöket is, karácsony közeledik. Várjuk a karácsonyt, Jézuska születésének ünnepét. A keresztény világ 2000 éve ünnepli a karácsonyt. Ilyenkor mindenkibe egy nagy érzés, a szeretet érzése lakozik, és az kell, hogy önök is itt érezzék, hogy a külső világ gondol önökre. Érezzék, hogy a szeretet az, ami táplál bennünket. Érezzék azt, hogy csak így lehet sok mindent túlélni. Rossz indulattal, bántó szándékkal nem lehet. Csak szeretettel. Arra kell gondolni, hogy ez az éltető ellen. Arra kell gondolni, hogy kis Jézus örömet hozott nekünk. Ez az ünnep az öröm ünnepe. Ha önök ezt átérzik, ha önök ezt át tudják egymásnak adni, akkor boldogok lesznek. Én bízok benne, hogy a szeretet ünnepén minden megszépül önök körül is. Tudom, hogy egészségi problémák, fájdalmak, sok minden van. A visszaemlékezésbe sok minden összegyűlik. Tegyék félre, és próbáljanak csak a szépre gondolni. Én azt kívánom a jó Istentől, hogy örömbe, jó egészségbe, körülményekhez képest persze, jó egészségbe ünnepeljék ezt a Szent Karácsonyt. Isten áldja önöket! A polgármester jó kívánságai után az önkormányzat szeretett csomagjait és az intézmény ajándékait adták át az otthon lakóinak.